Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nemrégiben jelent meg ez a kötet, amelyet mutatok, Bobori Zoltán 75 év vendégségben. Így aztán mai vendégem nem más, mint Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke, Székesfehérvár díszpolgára. A 75. születésnapodon nagy barátsággal, szeretettel gratulálunk minden versszerető, minden székesfehérvári nevében. Köszönöm szépen. No, kérem szépen, én azt gondolom, hogy egy kicsit tekintsünk vissza, annál is inkább, mert hogy ez a 75 év bővelkedik történetekben, sikerekben. Milyen volt ez a város egy kis patrióta, lokálpatrióta kisfiú szemével akkoriban, amikor egy teljesen más volt a közeg? Hát ez, nem tudom, jó lenne, hogyha ebből a kötetből, ami tulajdonképpen összefoglalója az én életemnek, aztán a pályafutásomnak, remélem, hogy ebből nagyon sok minden kiderül, ami a kérdésedre válasz. Nekem fantasztikus gyermekkorom volt, a Basa utcában nőttem föl, csodálatos belvárosi környezetben, légkörben, az 50-es években, amikor hát nem volt nagyon könnyű az országban, és nem volt könnyű helyzetben a felnőtt lakosság. Mi nagyon sok mindent ebből a nehéz helyzetből nem éreztünk, de hallottuk természetesen a szülőknek a beszélgetéseiből, és hát ott volt aztán 56, ami én 10 éves voltam, meg is örökítettem ebben a kis összeállításban, könyvben, ami fantasztikus, hogy is mondjam, tehát érződött, hogy itt valami rendkívüli dolog történik, azért emlékszem mindenre, ami 56-ban történt, és én 10 éves, még egyszer mondom, 10 éves voltam, tehát általában az ember 10 éves korából kevés dologra emlékszik, ami nagyon-nagyon fontos volt, vagy megrázó, vagy különleges, hát 56 nyilván ez volt. Ebben is van, ennek is van lenyomata a könyvben. És hát az életem már a diák éveimtől kezdve az irodalomról szóltak, és a versmondásról, és a versről. És hát hála Isten meg is adatott az, hogy az, már itt 75 évesen visszatekinthessek egy írói múltra. Itt megragadom az alkalmat, beszéljünk, hogy lehet megszeretni a verseket. A vers szeretet az ugye nem magától jön, de én azt gondolom, hogy kell hozzá valamilyen indítatás. Hát nyilvánvaló, hogy hát először is természetesen a családban, elsősorban édesapámnak az irodalom szeretete és rendkívül olvasottsága, aki mikor elolvasott egy könyvet, akkor azt mondta nekem, hogy ezt olvasd el. És hát így a legkülönbözőbb, nagyon komoly regényeket olvastam már gyerekként. A vers szeretetére pedig azt hiszem, hogy a általános iskolában a tanárnőm irányított, és tulajdonképpen az általános iskolában az akkori versmondó versenyeken, amiken én szerepeltem, az erősítette meg bennem a vers szeretetét. És hát még egyszer mondom, hogy hála Istennek, aztán ez végig kísérte az életemet. Még bőségesen a rendszerváltás előtt vagyunk, és megjelent a látókör. A látókör rendkívül fontos szerepet játszott a város életében. Méltatlanul keveset beszélünk róla. Akkor most egy kicsit tekintsünk vissza, hiszen nagyon fontos időszak volt a te életedben is, és általában a fehérvári irodalmi életben is. Hát az én életemben ez egy csodálatos 17 esztendő volt, mert fiatal emberként és fiatal társaimmal, jó részt középiskolás lányokkal, fiukkal, nem csak itthon, Székesfehérváron és az országban, hanem az egész Kárpát-medencében fölléphettünk, és megtanulhattuk, hogy mi tulajdonképpen a versnek a szerepe. És nagyon keményen, valóban nagyon keményen a versekkel beleszóltunk a közéletbe, elmondhattuk a véleményünket. És azt hiszem, már említettem, hogy akkor, amikor Budapesten
a fiatalokat meggumibotozták és elvitték március 5-én vagy október 6-án, akkor mi Székesfehérváron a versekkel tulajdonképpen mindent elmondtunk, amit akkor ott például Budapesten el akartak mondani a tüntetők. Hát ezek jó részt természetesen tüntetések voltak. Úgyhogy megtanultam én is, és megtanulhatták a fiatal barátaim azt, hogy milyen fantasztikus szerepet tudunk adni a versmondásnak. És milyen fantasztikus szerepet kell adni a versmondásnak, és aztán ez természetesen a versírásra is vonatkozik, sőt. No, készültünk meglepetéssel, hiszen egy rendkívül kedves barátunk, barátnőnk járt itt, és ebből a kötetből felkértem, hogy mondjon verseket. Most nézzük meg az elsőt Péma Klári Évától. Mint nekünk kellene. Kondor Katalinnak. Homo homini lupus, ember embernek farkasa. Plautus. Láttál-e vadvudakat szállni? Csodálva rendjüket, harcba induló katonákét, a szárnyak közös ritmusát, mintha szíved dobbanása lenne metronómjuk. És ahogy az első, ki tudja milyen szóra, félreáll. És utolsónak sorol, hogy majd újra élre jusson. Amiről tudod, az őszi ráncosodó diófa alatt a tét nagy. Megőrizni magukat, s a célhoz elegendő erőt. Hát persze, hogy láttál. És hangyákat a fatövén, vonulni bűvös sorban, pontosan, mint csillagjárás. Csodáltál-e? Amint tévedhetetlenül egymást kerülik, akárha hallanád munkadalukat. S körbe pillantva, mindeniknél kisebbnek érzed magad. És mondd, láttál-e galambot, amint fekete, hatalmas varjútűz tébolyult akarattal? Ne fiókái legyenek áldozatok. Hát persze, hogy láttál. S hitted mindről, hogy ez maga a csoda. Pedig van ennek a felemelő rendnek egy nagy, talpad alatt jajongó titka. Ők élnek úgy, mint nekünk kellene, embereknek. No, kérem szépen, Péma Klári Évától hallottuk ezt a verset. Tényleg kellemes meglepetés, köszönöm. No, lesz még. Viszont kell, hogy beszéljünk az írás kezdetéről, mert ez egy fontos időszak volt. Ez a kettős népszavazáshoz köthető, tudjuk, ami rendkívüli felháborodást keltett minden jó érzésű magyar emberben, és minden olyan magyar kötődésű, a nemzetben hívő emberben, aki megélte azt a rettentes időszakot, vagy át tudta tekinteni, hogy mi minden történt. Ugye a határon túli magyarok népszavazásáról beszélünk. Ez motiváció volt számodra? Egy olyan indítatás, ami elkerülhetetlen volt, hogy igenis írd meg a gondolataidat? Hát ez egy gyalázat volt, tényleg úgy, ahogy mondod, hogy ez minden jó érzésű magyar ember számára, ez egy tragikus érzés volt, egy gyalázat. Én világos, hogy korábban is írtam verseket úgy magamnak, meg igazából különösebb cél nélkül, de az... Ez a fájdalmas élmény és ez a fájdalmas nap aztán kihozott belőlem valami verset, amit én annak idején elvittem a Cigány Györgynek, aki elvitte a Lyukas órába, ott megjelent, és attól kezdve aztán a Lyukas órával nagyon jó kapcsolatom volt, Elmer István volt a főszerkesztője, néhány hét múlva már a Hónap költője lettem, és aztán így szépen beindult, amit igazából én nem nagyon terveztem életemben. Én úgy gondoltam, hogy én nekem a versmondás elegendő ahhoz, hogy elmondjak mindent verssel,
amivel úgy érzem, hogy a közügyekhez hozzá kell szólnom. Hála Istennek ez nem így történt, de ki volt az, aki megerősített abban, hogy igenis kell, hogy azon felül, hogy azért az indítatás az remekül sikerült, aki megerősített abban, hogy verset kell írnod? Hát azon kívül, a Juka során kívül aztán volt sok olyan találkozó, amikor együtt voltam folyóirat szerkesztőkkel, főszerkesztőkkel, és mind bátorítottak arra, hogy küldjek verset. Aztán nagyon fontos volt a határon túli magyar irodalom napjai, amikor határon túli írókkal találkozunk, hát tudod, nagyon jó, hosszú évtizedek óta, és ők is bátorítottak, meg inspiráltak, és hát így hála a jó Istennek, hogy lassan kialakult, hogy mondhatom azt, hogy az ország, sőt, hát a Kárpát-medence, mondhatni, hogy legtöbb irodalmi folyóiratában megjelennek azóta is a verseim, amire én soha életemben nem számítottam, meg nem gondoltam, de hát így hozta a sors, és jó Isten ezt adta. A közeg, ami körülvett, nyilván inspirált, és nagyon-nagyon fontos volt számodra, az a nyugalom, amit a család jelent, amit az irodalombarátok jelentenek fontosak. Most hallgassunk meg egy olyan verset, ami helyek közel ugye erről emlékezik meg. A parton, Nórának. Voltunk a felhőkért ugrándozó, csikósörényű, vad fiatalok. Karjainkat szanaszét dobáló, kigombolt véres ingű harcosok. Szelídőzek a les közelében, baltásoknak eladott jegenyék. Álmainkat virággal, hol sóval borították feltámadt viharok. És az Istennél is jobban vártunk megváltó pityikés reményeket. Ma már elcsendesedve a parton evezők csobbanását hallgatjuk. Igen, hát egy fontos időszakról írtad, és természetesen lelked jobbik fele, Nóra, a megszólított. Viszont nagyon fontos számunkra az az időszak, amikor a Szent István Művelődési Házat igazgattad. Az egy kulturális szempontból is egy olyan áttörést jelentett, mondom én, ami a mai napig fontos számunkra. Emlékezzünk egy kicsit erre az időszakra. Életem nagyon jelentős és nagyon szép időszaka volt az a 17 esztendő, amit ott eltöltöttem. És mondhatom azt is, hogy hozzásegített azokhoz a kapcsolatokhoz, amiket sikerült kiépíteni, vagy kialakítani, vagy kialakultak azok a nem is elsősorban irodalmi, hanem baráti kapcsolatok, ehhez hozzájárult, még egyszer mondom, a határon túli magyar irodalom napjai, meg sok-sok egyéb irodalmi rendezvény. Én azt hiszem, hogy a Kárpát-medence költőinek, íróinak, művészeinek a nagy része megfordult akkor a Szent István Művelődési Házba, és elvihették ennek a városnak a jó hírét, ebbe biztos vagyok, hogy így is történt. Az életünkben mindig vannak nagyon szép időszakok, és aztán vannak kevésbé szép időszakok. Nekem az a szerencse megadatott, hogy bármi is történt velem az életben, ami fájó volt, vagy csalódást jelentett, én utána mindig új erőt éreztem magamban az újrainduláshoz. És itt bármit mondhatok, hogy mi volt az életemben, aminek voltak árnyoldalai, vagy kevésbé szép befejezése, de mindig sikerült erőt merítenem, és hát ezt nyilván, hogy a fennebb valónak köszönhetem, és föltétlen meg kell erősítenem, hogy a családomnak, akik ebben segítettek. Ugye arról már beszéltünk, hogy ez egy fontos időszak volt, annál is inkább, mert hogy kimondhatjuk, hogy jószerivel te honosítottad meg a beszélgetős műsorokat Székesfehérváron.
ezek nagyon-nagyon fontos. Inspirációt jelentettek a fiataloknak, a kevésbé fiataloknak, és nem kellett ahhoz feltétlenül elkötelezett irodalomkedvelőnek lenni, hogy ezeken a műsorokon ott legyen mindenki. Nem csak, hogy divat volt, hanem egyszerűen kötelező egy közéleti személyiség, vagy a közéletben szerepet vállaló személyiség részére, hogy ott vagyunk. Igen, hát ez valóban így van, és hát hála jó Istennek a Szent István művelődési ágyba folytatódik ez a fajta munka. Nagyon fontos szerepet játszott az én életemben az, hogy a Szent István művelődési házba adhattuk ki először a Vár folyóiratot, ott alapítottam meg az ismert körülmények között, tehát gyakorlatilag nagyon korlátozott lehetősége volt a fehérvári költőknek, íróknak a megjelenés irodalmi folyóiratban, helyi folyóiratban, úgyhogy ezzel a céllal alapítottam meg a Várat, és hát nagyon büszke vagyok, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy a Kárpát-medence szerte ismerik ezt a folyóiratot is. Igen, hát talpontja mindenképpen a fehérvári irodalom életnek, és nem csak a fehérvárinak, mert hála Istennek, ha körbe tekintünk, akkor egyre több író és költő barátunk jelenik meg vezető folyóiratokban hazánkban, és külföldön természetesen. Beszéljünk egy kicsit a határon túli irodalomról, hiszen az a rendezvény önmagában lefedi természetesen egy évben egyszer a határon túli irodalom napjai, ami történik, de azt tudnunk kell, hogy a vezetésetekkel tudtuk megismerni mindazokat, akik délvidéken, felvidéken, Erdélyből, Kárpátaljáról megérkeztek hozzánk, a tudatunkba, ha úgy tetszik. Igen, igen, és tudod, ennek a járuléka az talán még értékesebb, mégpedig ennek köszönhetően, amióta a határon túli magyar irodalom napjai létezik, azóta folyamatosan hívnak minket a határon túli irodalmi közösségek, írók, költők. Tényleg azt mondhatom, hogy mindenhova, Felvidék, Délvidék, Kárpátaljára, fájdalmas együttlétekre. Úgyhogy ez a talán még fontosabb hozadéka ennek a találkozónak, az, hogy minket hívnak, sorolhatnám, hogy hol jelennek meg költőtársaim, barátaim a különböző irodalmi folyóiratokban és rendezvényeken. Hát nagyon nehéz lenne felsorolni például egy évben, hova és hányszor megyünk ki határon túlra. Nagyon fontos vers következik. Leginkább azért, hogy nem csak csupa szép és jó a világ, ezért P. Maklár Éva is hozott egy olyan verset, amely ezt hitelesen közvetíti felénk. Beszéd a csúszómászóhoz. Csúszszál, másszál, haver. Jó lenne magad után valami nyom, piszkos, fehér, fényes csík, ami a végsőkig, mondjuk a kerítésig elkísér. Jel, hogy itt te földön csúsztál, másztál egykoron, utadat mutató langyvonal, ami nem tudni honnan és hova, meddig vezet, gondolhatjuk hát, hogy hozhatott a gólya, és el is vihetett. Az egyik, ó, mi romantikus, a másik, mondjuk, haláli, a csúszómászó halála. De se baj, a nyom az nyom. Nyomultál szorgosan, lelkesen, és bár nem jutott korona izgékony csápot helyére, marad nyálkás hű nyomod, ha nem is örökre, de addig, míg nem jön egy zápor, ami elmossa fényes nyomodat, s megszűnik a mámor, hogy örök nyomot hagytál, jámbor. Játékos megfogalmása mindannak, amiben élünk, viszont... Játékos, de nagyon komoly. De nagyon komoly, így van. Igen. Azért választottuk ki, mert azt gondoljuk, hogy ez illeszkedik minden
képpen az elmúlt időszakhoz is, természetesen, meg sajnos jövőképet is mutat, mondom én. Ugyanakkor fontos, hogy beszéljünk az alapról, a Vörös Marti Társaságról. Elnökként sikerült egy olyan irodalmi társaságot kialakítanatok, amely én azt gondolom, hogy példaértékű tevékenységet folytat. Az irodalom szeretete, megismerése, a költészet, a novellák, az esszék, a vár és minden olyan irodalmi tevékenység, ami fontos lehet számunkra a 21. században is. Hol tart most a Vörös Marti Társaság? Egy kicsit a kezdetektől nézzük meg. Jó, kezdetektől, mert ahhoz, hol tartunk el? Ahhoz nyilván nem elég egy ilyen műsor. Igen. Hát nézd, nagy meglepetés ért engem akkor, amikor először is szóba került, hogy én Bakonyi István után, és hát ne feledkezzünk meg arról, hogy kik voltak az elődök. Tehát ilyen kiváló, nagyszerű elődök után fölkértek engem, hogy legyek a társaság elnöke. Fantasztikus, nagy megtiszteltetés volt, és éreztem, hogy ez egy fantasztikus kihívás, annál is inkább, mert akkor nem volt igazán rend a társaság körül, és hát elsősorban az, hogy nem volt folyóiratunk, de talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha elmondom, hogy viszonylag rövid idő alatt sikerült. Először is visszaszereztük a termet, a Vörös Marti termet, amely aztán igazi otthonunk lett. Hát az elmúlt 12 évben minimum heti két rendezvényünk van a Vörös Marti teremben, de sokszor három is, vagy négy is. És hát ott tudtuk megszerkeszteni és kiadni a várat. Úgyhogy igazoltnak érzem ezt a munkát azzal, hogy említettem már itt, azt hiszem, hogy a Szent Martoni János, a Magyar Írószövetség akkori elnöke a Magyar Televízióban nyilatkozta azt, hogy az ország legaktívabb irodalmi közössége a Vörös Marti Társaság. És hát a többször is televízióban is elhangzott például Tari Istvántól, már a Magyar Televízióban, hogy mennyit köszönhetnek ők a Vörös Marti Társaságnak, már a határon túliak. És ezek olyan csodálatos megerősítések voltak számomra, hogy a legnehezebb pillanatokat is sikerült, azt hiszem, hogy átvészelni és jóra fordítani ezeket a pillanatokat. Hát nem könnyű egy társaság emberekből áll, különböző emberekből. Örök gondot jelentett az anyagi feltétel és anyagi feltételek, de ezt nem mondhatom panaszként, mert a város és Cserpalkovics András tényleg amit csak lehetett, minden támogatást megadtak nekünk. Most van egy kis gigszer, hogy a termünket másfél éve nem tudjuk használni, mert életveszélyes. Ez valami borzasztó módon megvisel mindenkit, és hát nyilván a közösséget is. Nagyon bízom benne, hogy most már hamarosan visszanyerhetjük az otthonunkat. Bízom benne én is, hogy a Kossuth utca előbb-utóbb megint az irodalom kedvelőké lesz. Előbb legyen. De legyen akkor így, hogy előbb. Most pedig egy új műfaj a versíráson belül következzék. Nem nagyon szoktuk meg tőled a haikut, ezért aztán Pémaklár Évával választottunk kettőt is. Az életedet Isten csak tanácsot ad, te alakítod. Tömegsír lennél, de a lyukas lobogó hazává emelt. Nos, Zolikám, mit kívánjunk neked a 75. születésnapod évén? Jó egészséget. Jó egészséget? És megnyugvást a lelkemben, hogy hamarosan a Vörös Marti Társaság a
múltjához és talán a jelenéhez is méltóan tud tovább működni. Ami annyit jelent, hogy visszakapjuk végre a termünket, és folytatni tudjuk a szolgálatunkat. Ez az életem következő időszakának, rövid időszakának nagy célja, és hát örökké kérem a jó Istent, hogy ebbe segítsen. Nos, történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és még egyszer boldog születésnapot kívánok mindnyájunk nevében. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, amelynek témája volt Bobori Zoltán, a Vörös Mati Társaság elnökének 75. születésnapja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!